Akár 890 ezer eurót, vagyis mintegy 260 millió forint kártérítést is kaphat a Costa Concordia fedélzetén elhunyt hegedűművész Fehér Sándor családja. Az olaszországi Grossettóban alig néhány kilométerre a tragédia helyszínétől megkezdődött a hajó kapitányának tárgyalása, akit emberöléssel és a hajó elhagyásával vádolnak. A férfi akár 20 évet is kaphat. Ügyvédje kíséretében meglehetősen higgadtan érkezett Francesco Schettino a toszkán város Grosseto színház termébe, ahol a tárgyalásának első napját tartották. A Costa Concordia tavaly január 13-án 3200 utassal és több mint 1000 fős személyzettel futott zátonyra. A baleset 32 halálos áldozatot követelt, köztük volt Fehér Sándor hegedűművész is. Az utolsó képsorok a magyar hegedűművészről, akit a beszámolók szerint akkor láttak utoljára életben, amikor gyerekeken próbált segíteni. Sajtóinformációk szerint a családja akár 890 ezer eurót, mintegy 260 millió forintot is kaphat kárpotlásul. Ügyvédjük Rónai Péter nem említett összeget, de azt elárulta, hogy nagyon sok pénzről van szó. Már sokat ültünk le bíróval próbálni megegyezni. Azt tudom mondani, hogy volt nagy összegről, amiről beszéltünk, de ez még titok és privát, és nem lehet nekem megbizonyítani, hogy mennyi a összeg, de igen, egy nagy összegekről beszélünk, és remélem, hogy meg fogunk egyezni. Rónai Péter szerint a Fehér család kártérítését nem befolyásolja a jelenlegi tárgyalás, amit szerint az olasz hatóságok rosszul kezelnek, így ez akár még egy évig is elhúzódhat. Az ügy egyik kulcsfigurája az a moldáv származású táncosnő, aki a végzetes kiránduláson utasként volt a hajón, és az ütközés pillanatában a Parancsnoki hídon tartózkodott. Azt mondta, azért jött el a tárgyalásra, hogy képviselje azt a több száz utast, akik nem kaptak kárpótlást. Bocsánat, de nekünk utasoknak semmi sem jár, mondta a fiatal nő, aki hozzátette, csalódott, hogy a kapitány az ügy egyetlen gyanúsítottja. A gondatlanságból okozott emberöléssel vádolt további öt személy ugyanis vádalkut kötött az ügyészséggel. A vád szerint a kapitány szándékosan irányította a hajót veszélyesen közel a sziklákhoz, hogy lenyűgözze az utasokat. A kapitány egyik ügyvédje újságíróknak azt mondta, hajlandók elismerni Schettino bűnösségét, ha a kapitány mindössze 3 év 5 hónapos börtönbüntetést kap. Lezajlott az első nap, egy megállapodást ajánlottunk, de ez is csak a korábbi kérés ismétlése volt, mondta a kapitány ügyvédje, aki szerint a kiszabható 20 éves börtönbüntetés elfogadhatatlan. A hajóját elhagyó kapitány jelenleg szabadlábon védekezik, és meggyőződése, hogy ártatlan, akit bűnbakként akarnak elítélni.